Nagyon optimista pénteken, én egyetlen egy cikket vagyok hajlandó szemlézni ma reggel, de előtte átadom a lehetőséget, hogyha te is szeretnél bármit, én csak egy, én egyre szűkíteném majd, de akkor azt meghagyom a végére, úgyhogy parancsolj, te mit emelnél ki? Optimista pénteken? Nagyon optimista pénteken. Optimista pénteken? Hát nem tudom, nem egy optimista világot élünk, úgyhogy pont, például... Igen, figyelj, 4 napon keresztül szemléztem minden negatív kilátásokról szóló, járványadatokat elemző, stb. Stb. Ezt most ma szeretném kihagyni, és tényleg csak egyre fogok koncentrálni. Hát pedig a Világgazdaság címlapján Fitzere Andrea, Magyar Kórházszövetség elnöke szerepel, azt írja a lap, mert hogy interjút készített vele, hogy szerinte a kritikus időszakban senkit sem veszíthet el az egészségügyi ellátó rendszer. Rengeteg a beteg, az orvosok és az ápolók között is nő a fertőzöttek száma, még mindig nem látszik a járvány vége. A 120 intézmény, amely a kórház szövetséghez tartozik, azon egyre nagyobb a nyomás, de az előre tervezett műtétek elhalasztásával egy kis vérfrissítés kap a rendszer, mivel azok a kollégák is beszállhatnak a COVID ellátásba, akik eddig a többi beteget gyógyították. Az elnök szerint védőfelszerelésben nincs hiány, de látszik, hogy a humán erőforrás lesz a betegellátás szűk keresztmetszete. Na hát, ez az egyik. Mi ebben az újdonság, hogy ezt már egy hónapja elmondták sokan mások, most tegyük hozzá. Igen, de most a kórházszövetség elnökétől haladjuk. Akkor ezt, hogy... örülünk neki. Azt mondja, hogy mi van még itt, ami érdekes lehet. A cégekre bízza a kormány az energiahatékonyságot, ezt a Népszava írja a hét elején a járványügyi vészhelyzet bevezetésével. Soha nem látott mennyiségű közmű és egyéb ipari törvénymódosító csomaggal árasztották el a parlamentet a minisztériumok. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta az energiahatékonyság fokozására irányuló terveit. Ez szembetűnő célként fogalmazza meg úgy az Európai Unió 2030-ra kitűzött legalább 32,5%-os energia megtakarítási, mint az épület alapterületek évi 3%-ának felújítási célját. Ezek nem uniós célok, de a magyar kormány eddig nem állt határozottan mögéjük, tehát újdonság, hogy most igen. Eddig azt vállalták, hogy 2030-ra nem lépjük túl a 2005-ös fogyasztási szintet. Minden esetre most ez bővebben a Népszavában olvasható erről egy anyag. És én is befejeztem, mert hogy a többi az vértiszta politika, amihez mi nem szívesen nyúlunk. Akkor én ennek a cikknek az első mondatával kezdem, és abban minden benne van. 1980. november 12-én este Koltai Róbert éppen hazafelé sétált, és az ablakon át mindenhonnan nevetést hallott. Fogalma sem volt miért. Később jött csak rá, hogy akkor adta le először a tévé az előző nyáron forgatott Indul a Bakterház című filmet, tehát pontosan 40 évvel ezelőtt ment le először a tévében az Indul a Bakterház, amely egyébként most már a pod.hu nézői értékelések alapján összeállított rangsorában a második, minden idők második legtöbbet idézett magyar filmje. Szerintem kitalálod, hogy melyik előzi meg. A Tanú, Bacsó Péter klasszikusa, úgyhogy ők állnak az idézettségi listán. Hát, ezzel párhuzamosan nagyjából azt is mondhatjuk, hogy a népszerűségi lista élén. És akkor ez a cikk, 24.hu-n van a cikk, és elemezgeti a siker okai. Csak egy-két dolgot idéznék belőle. A casting maga az nagyon fontos volt, mert ugye a főszereplő megtalálása, tehát Olvasztó Imre felfedezése, illetve ő volt az, akiről a korabeli általában nagyon kritikus ítészek is lelkendezve beszéltek, és azóta is ebben azért közmegegyezés van, hogy az ő szerepeltetése az nagy mértékben hozzájárult a sikerhez. Nyilván egy elképesztő neves színészgárda vonult föl a filmben, meg Rideg Sándor regénye is már, mint alapmű, nagyon érdekes, bár az kicsit vitatottabb volt a maga helyén, de hogy Bendegúz megformálójának nagyon nagy szerepe volt ebben, ez szinte biztos. Hát akkor hogy idézte föl maga a főszereplő ezt a castingot? Nagyon sok feladat volt, még tarlón is kellett rohangálnunk, meg fára másznunk, a végén már csak 11 néhányan maradtunk, és nem tudtak eldönteni, hogy ki legyen Bendegúz. Erre Mihályfi Sándor rendező megkérdezte,
Ki merné őt fenéken billenteni? Senki nem jelentkezett, én meg jó seggbe rúgtam szegény embert. Hát így dölt el, hogy én kaptam azt a szerepet. Ezt már korábban olvastuk valahol, de így még az ő szavaival olvasva sokszor is. Hát igen, megmosolyogtató, viszont ugye Olvasztó Imre sorsát ismerve meg inkább szívbe markoló. Ugye ő néhány évvel ezelőtt öngyilkos lett. Koltai Robert egyébként jó viszonyban maradtak és tartották a kapcsolatot, ezt többször is elmondták mindketten. És akkor még vele kapcsolatosan, hogy mit mondtak mások, még talán egy idézet. Azt mondja, hogy az, most nem is az, hogy mit mondtak róla, a gyerekszínészet zsenie volt, hanem hogy nem bírta abba hagyni, annyira vele történtek a dolgok, ezt éppen Koltai mondta róla. Aztán annyira átélte a szerepét, hogy egy napon már rég vége volt a forgatásnak, és indult volna tovább a helyszínről a stáb, a gyereket azonban nem találták sehol. Aztán egyszer csak meglátták egy mező végén, ahogy egy furkosbottal hadonászva azt mondogatta, úgyis megölöm a büdös banyáját, egyszer úgyis megölöm. Igen, sokat mondó. Szóval indul a Bakterház 40 éve. Bakterházat 40 éve mutatták be a tévében, és utána sokan úgy emlékeztek, hogy ez egy klasszikus mozifilm. Nem, ez moziban nem volt, ez kimondottan egy tévéfilm volt, 66 perces mindössze, és televízió vetítették, hát érthető módon sokszor. Úgyhogy erre emlékeztünk még így gyorsan. Lapszemleként is, mert ugye a 24.hu cikkét ajánljuk ezzel kapcsolatosan. Azt akartam mondani, hogy én lehet, hogy elszabadultam az előbb a 90-es évek technológiai forradalmát ismertetve, de most te pedig filmkritikusként szabadultál el, Gábor, a kedvességünkért. Dehogy, és én csak idéztem egy kiváló cikkből. Na, nézzük a tőzsdét. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Hát nem optimista péntekhez méltó volt a tegnapi tőzsdenap. Budapesten semmiképp majdnem 1%-kal estek az árfolyamok. Már hogy a Budapest értéktőde irányadó mutatója a BUX esett ennyivel 37.713 pontig. Csak egy legény, a Telekom tudott erősödni a blue chipek közül 1%-kal 368 forintig, a többiek estek. Az OTP 1%-kal 12.300 forintig, a MOL 1,1%-kal 1.875 forintig, a Richter pedig 1,6%-kal 6.640 forintig. A forgalom tekintetében remek napja volt a Masterplastnak, megtépték a papír rendesen, 10,9%-kal ment fölfelé, és az Opusnak sem volt rossz napja, 7,3%-ot drágultak a papírok. A veszteseket is nézem, hogy volt-e valami értelmezhető forgalomban nagy esés, de nem találok ilyet, úgyhogy átpasszolom Gábornak a lehetőséget. Hát én egészen elképedve olvasom sokszor ugye a tőzsdei magyarázatokat, tehát amikor napok óta tudható, hogy nem dőlt el a szenátus sorsa, tehát a piacnak az a percepciója, hogy amit Tóboz Istvánnal is beszéltünk, hogy ez a béna kacsa forgatókönyv lesz, hogy az elnök Biden, de a szenátus a republikánusoké marad, az így van, és innentől kezdve akkor nem tud hozzányúlni a tech cégekhez, nem tudja visszacsinálni az adó csökkentésekkel, stb. És hát milyen baromi jó a piacnak, erre pattantak fel az égbe. De hát ez napokkal ezelőtt óta tudni lehet, hogy ez nem dőlt el, erről is beszélgettünk már hétfőn is egyébként, hogy ha Georgiában mindkét helyet elviszik a demokraták a januári választáson, mert ott ugye nem lett eredmény, annyira szoros volt a küzdelem, senkinek nem volt meg az 50%-a, akkor egál van, és akkor az alelnök Harris szavazatával a demokraták akarata érvényesülhet. Tehát a tegnapi magyarázatokban, a tegnapi kis esésre magyarázatként olvasni, hogy na hát ez a helyzet, mintha ebbe bármi újdonság lenne, hát úgy tűnik, hogy a kis, de széles spektrumú esés, az elmúlt napoknak az össze-vissza csapkodása, illetve a szektorok nagyon eltérő teljesítménye után, amiről ugye többször is beszéltünk a műsorban, most egy ilyen általános, minden szektort elérő lecsorgás volt, különböző mértékben persze, hát erre előszedték magyarázatként ezt, hogy húha, most akkor a piac erre egy kicsit elkezdett parázni, erre a napok óta köztudott információra. A másik meg persze, hát amit mindig ide lehet mögé vigyeszteni, a stimulusnak a mértéke, hogy
akkor most már, hát mégiscsak rossz az a járványhelyzet. Hogyha azt írnák ide, hogy a járványhelyzet az még bizonytalanabb azáltal, hogy Trumpék magasról tesznek az egészre, és láthatólag még egy kicsit akadályozzák is az újakat, akik viszont semmit nem tudnak csinálni ez ügyben is, ameddig be nem költözik Biden a Fehérházba, akkor ez talán egy érthetőbb magyarázat lett volna, de ez éppen nincsen itt legalábbis egyikbe se, amiket én olvasgattam ezzel kapcsolatosan. Mindegy, a lényeg az, amit a számok mutatnak. Egy kicsi esés, és napon belül is ez volt. Próbáltak azért az indexek emelkedgetni, de nem tudtak, a Nasdaq-et is visszaütötték, úgyhogy lett egy ilyen 1% körüli mínusz a Dow Jonesban, a Nasdaq ugye még egy délután is volt egy pillanat, mikor átmászott pluszba, de aztán lejött 6%-os mínuszba, az S&P pedig kerek 1%-ot esett, úgyhogy lehet mondani korrekciónak, hát az elmúlt napokban azért jó nagy emelkedés volt, először a technológiában, utána a többi szektorban, nem először, pont hogy a technológiában nem, azt megütötték, először a ciklikus szektorokban húzva a teljes piacot, utána a technológiában, és akkor ebből meg egy ilyen meglepően unalmas nap lett tegnapra, úgyhogy ennyit sikerült ebből összetedni. Volt néhány részvény, érdekes egyébként, pont a karantén részvények megint erőt gyűjtöttek, a Zoom ismét fölfelé tartott, de hát a Zoom este a legnagyobbat, tehát ezt is korrekciónak nevezhetjük, csak éppen az ellentétes irányba az előző napokhoz képest. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. No, hát nagy a csend üzenőfalunkon, a két Andi azért beszokott jelentkezni, hogyha ők vannak, de úgy tűnik akkor, hogy nem ők vannak, tehát akkor kizárásos alapon László B. Kati hírei jönnek, aztán folytatjuk a Millás reggeli műsorát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző?